Folytatjuk és belevágunk egy olyan témába, amit én már nagyon vártam. Austin Riversnek volt egy nyilatkozata egy Ringer podcastben nem sokkal ezelőtt, amiben igazából azt fejtegette, egy nagyon picit gyengíti csak a dolgot, hogy Kendrick Perkins gondolatmenete alapján indult el, de egyébként ez egy jó gondolatmenet, és azt fejtegette, hogy mekkora bajban van Amerika és mekkora bajban van az NBA, amiatt, hogy még mindig LeBron James a liga arca, és nem látszik az, hogyha James visszavonul, akkor ki lesz utána majd az NBA arca. Muszáj elmondanom nagyjából az egészet, amit mondott, körülbelül ezeket mondta, még mindig James a liga arca, már 38 éves és nincs senki más. Jokic nem vágyik erre a szerepre, és a játéka sem alkalmas rá, nyilván kötelező nézni azt, amit ő művel, de amire Jordan, Kobe, LeBron képes, arra mindenki eltátja a száját, amit a levegőben műveltek, ahogy zsákoltak, ahogy mozogtak, ilyen pedig jelenleg nincs. Vannak jó játékosok, Jason Tatum, Luka Doncic is nagyon jó, Devin Booker is, de van-e olyan arca az NBA-nek, aki korszakos tehetség, aki az előbbiekhez hasonlóan szintén megváltoztathatja a játékot? Erre a válasz, hogy nincs, ezért most kell rájönnünk, hogy eddig mennyire szerencsések voltunk, mert itt volt Michael, aztán rögtön jött Kobe, és aztán LeBron, és közben még becsúsztak olyanok, mint Steph Curry, meg Kevin Durant, és ők mind korszakos egyéniségek voltak, akik még most is öregek, akik most már öregek, de még most is dominálják a ligát, mert egyszerűen annyira jók. De hol vannak az újak, akik hozzájuk hasonlítanak? Valakinek át kellene venni a stafétát ahhoz, hogy az NBA fejlődni tudjon. Amikor először hallottad ezt tőle, akkor mit gondoltál? Nagyon nem értek egyet. Azért nem értek egyet, mert szerintem pont attól csúcs a mai NBA, nyilván tisztelve a régieket, hogy vannak igenis olyan játékosok, és szerintem ez a legnagyobb ferdítés ebben a pármondatban, amikor Jokicról azt mondja, hogy oké, nem vágyik erre a szerepre, tényleg nem vágyik erre a szerepre, meg hogy a játéka nem olyan, de a játéka pont olyan. Tehát Jokic az ugyanannyira változtatja, meg változtatta. Nem olyan, nem tudja eladni, tehát hogy az, amit ez neked, okay, meg nekem persze eladunk, az igen. Amerikában ez, tömegeknek ez jogos. Nem fogod eladni soha. Ez jogos, én csak azt mondom, hogy a játék megváltoztatása szempontjából, amit ő csinál, és ami már legitimálva lett egy bajnoki címmel, meg már megfelelő számú követővel az NBA-ben, az egyébként rendben van. Ha az arckérdésről beszélünk, tehát ami nem szakma, hanem ilyen szempontból adható, akkor teljesen igaz a Jokiccsal kapcsolatban. Én csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon érdekes kísérlete szerintem a mai NBA-nek, és majd itt jó pár évet kell majd nézni előre, hogy az-e a jobb egy ilyen szintű ligának, hogyha van egy, most mondjuk Jordant, egy Jordan szintű korszakos zsenie, aki mellett persze voltak egyéniségek, de mindenkinek egyértelmű volt akkor, hogy ő a főnök, mint hogy ha az európai stílussal, vagy a finesszel akarsz azonosulni, akkor ott van egy Jokic, ott van egy Doncic. Ha alapvetően a régi vágásúakat akarod még valamilyen szinten visszahozni, akkor ott van egy a meccslabdáját kergető Giannis Antetokounmpo, hogyha arra vágysz, hogy lássál tényleg berepülő játékosokat, oké, Morant most éppen nem játszik, akkor azért ott van Morant, hogyha arra vágysz, hogy valaki dobjon 70 pontot, akkor ott van Devin Booker, tehát mindenki meg tudja választani a magának való kedvencet, és rengeteg vita tud ebből jönni. Én azt gondolom, hogy benne van az, hogy egy 10-15 év múlva majd arról beszélünk, hogy ez összességében inkább segítette a liga népszerűségét most ebben az érában, mert ugye nagyon-nagyon régen, amikor itt most 80-as évek eléről beszélünk, akkor tényleg két ember rivalizálása, utána Michael Jordan dominanciája, és azóta már azért összességében lerövidültek ezek a szakaszok, és most vagyunk ott, hogy nem a szakaszok rövidültek le, hanem megnőtt azoknak a játékosoknak a száma, akit persze nincs egy top, de oda tudsz tenni, hogy lehet róla azt mondani, hogy az egyik legjobb. Amit most láttok, az a Fadeaway World-nek az összeállított listája arról, hogy ők kiket tartanak ennyire korszakos játékosoknak, akik egy-egy adott időszakban húzták maguk mögött a ligát, akikről el lehetett azt mondani, hogy ebben az időszakban ők jelentik a liga arcát. Azért ez egy irgalmatlanul szűk elit, amit most mi a képernyőn látunk, és aztán majd még bejön az amerikai vagy nem amerikai szempont is, de ennyire messze most még nem menjünk. A lényeg az, hogy az NBA arca az egy kolosszális játékos volt mindig az elmúlt évtizedekben. És arra kértük Gábort, hogy próbálja meg összerakni, hogy James után, Curry után, Durant után, kik lehetnek azok, melyik az az öt játékos, akiknek a legnagyobb esélyük van arra, hogy az NBA következő arcai legyenek, hát őket öten hoztad. Ez milyen sorrend van itt?
Nagyon érdekes Luka Doncsics, őt emelném ki elsőnek, mert hogyha megcserélnénk Jokic pályafutásával, tehát hogyha már ő bajnok lenne, akkor ő személyiségileg sokkal inkább alkalmas erre a szerepre. De nyilván Jokic korban is és eredményességben is előrébb van, és nagyon erősen benne, hogy a következő 2-3 évben még ezt ő erősíti. Most maradjunk Doncsicsnál egy pillanatra, nem csak azért, mert látjuk is, hanem azért, mert szerintem ami az előbb elmondott szempont alapján fontos egy játékosban, hogy ő ezt mennyire vágyja, hogy ő ezt mennyire akarja, hogy ő elmegy a Dude Perfectbe hülyéskedni, és bevállal olyan dolgokat is, amire szerintem amerikai játékos mondani, hogy na jó, én leállni veled egyegyezni, hülye gyerek, az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem fogom én itt égetni magam esetleg. Mindent bevállal, minden ilyesmit bevállal Doncsics, emellett szerintem ő nagyon éli ezt az amerikai feelinget. Azt se tudják, hol van Szlovénia, tehát igazán még azt is eladhatod, hogy amerikai, csak tehát tényleg Doncsics az szerintem, aki személyiség alapján ehhez az európaiak közül a legközelebb. Abszolút, én is azt gondolom, de az öt látott személy közül is, tehát korban, karizmában, abban, hogy azért nyilván az Euróliga nem az NBA, de hogy ott már azért láttuk, hogy ő képes komoly franchise-t bajnokká tenni, vagy komoly klubot a Real Madrid személyében. Tehát ő a legalkalmasabb erre. És még a kis puhos szomszédfiú effekt is megvan benne egyébként, ami szintén nagyon fontos. Az azonosulás. Nagyon fontos. Megint az azonosulás. Tehát, hogy amit te mondtál, hogy oké, hogy mi európaiak, vagy a nem amerikaiak kivel tudnak, vagy kikkel tudnak azonosulni, de tényleg ő az egyértelműen az európaiak közül, akivel leginkább tudnak az amerikaiak is. És akkor mi van Jokiccsal, azzal a játékossal, aki lehet, hogy megnyeri a bajnoki címet, és Jannis meg ők azok, akik ketten eddig rá tudták rúgni az ajtót az öregekre, azzal, hogy figyelj, én bajnok lettem, én tudok jönni a helyedre, ha arról van szó, de aki már a bajnoki cím utáni sajtótájékoztatón kicsekkol, hogy inkább jön zomborra lovakat hajtani, és legközelebb találkozunk októberben. Nagyon érdekes dolog ez, mert ha népszerűségről beszélünk egyébként, Ez valameddig el tudja vinni egyébként Jokicsot. Tehát, hogy ez most még nem unalmas, meg ez még most téma. Ha most mondjuk nyer, teszem azt, 3 bajnoki címet ugyanilyen módon Jokics és az ő Denvere, ez akkor lesz szerintem inkább probléma ebben az aspektusban. És hát, hogy mondjam, ő nyilván a testidegenség, a szó szerinti és átvitt értelemben vett testidegenségével tudja ezt az űrt betölteni. Szerintem ő nagyon szépen, tehát nem feltétlenül tudatos ez, de szerintem tudatossá vált nála ez a fajta karakter. Én úgy látom Nikola Jokicsot, ha mondjuk 5 évet előre tekerünk, amiben biztos, hogy benne van még mondjuk egy bajnoki cím, az szerintem reális kb., mint egy ilyen fő ellenséget az amerikai. Tehát aki a fő ellenség lesz az NBA-ben, hogy figyeljetek, ez a srác mindent ügyesebben tud, amit mi nem, ez csak fizikumból tudjuk lenyomni, ezt valahogy söpő. Én azt látom, hogy neki ez a szerep lesz körülbelül az NBA-ben, hogy figyeljetek, én ide csak dolgozni jövök, de így is jobb vagyok nálatok, pedig nektek ez az életetek. Teljesen egyetértek ezzel a felvetéssel, viszont ha már visszatérhetünk erre a játék megváltoztató, meg hogy milyen irányba megy ezáltal az egész NBA kosárlabda, akkor ebben a tekintetben pedig nekem kicsit hasonló Duncanhez. Nyilván nagyon más kategória, nagyon-nagyon-nagyon más kategória, de amikor láttuk az előbb azt a táblázatot, hogy melyik évben vagy melyik években ki volt, amikor Duncan volt, akkor is szerintem hasonló jellegű űr volt az NBA-ben, és nyilván megérdemelte Duncan, hogy ő legyen az NBA-nek az arc, félreértés ne essék, de ő is inkább a pályán mutatott teljesítményével és a csapat eredményességével érte ezt el, mint mondjuk, ha Iversont raknánk mondjuk ebből a szempontból kontraszt, vagy Tracy McGrady-t raknánk, akik igazából nem tudtak eredményességet produkálni, de zseni volt, meg csoda volt az, amit egyébként tudtak, ahogyan meg tudtak szólalni, és ahogyan kinéztek a pályán. És az 5-ből 3 nálad, láthatjuk közben Duncant, 5-ből 3 nálad európai, úgyhogy maradjunk is ezen a vonalon, hiszen jön Viktor Wembanyama, aki még nagyon fiatal és szemtelenül fiatal, és egy borzasztóan egy rossz csapatban játszik ebben a pillanatban, és lehetett látni, hogy hogyan ünnepelte meg a vereség sorozat végét, amikor a Lakers-t meg tudta verni a San Antonio Spurs, de itt az a helyzet, hogy San Antonióban játszik Viktor Wembanyama, és bár Tim Duncannek sikerült egy nagyon rövid időszakra, hogy az előbb is láthattátok, de én azt gondolom, hogy ez még egyszer San Antonióból
nagyon nehezen sikerül, és itt veszem elő, hogy a ligának, és ezt egyszer már elmondtam, érdeke lesz az, hogy inkább előbb, mint utóbb egy gigapiacra kerüljön Wembanyama, mert az olyan szinten tudná akcelerálni az ő jelentőségét az NBA-ben, hogy nagyon. Itt azért nagyon sokszor beszélünk arról, vagy elhangzott az, hogy majd Janis csapatot akar váltani, Doncic meddig türelmes, Jokicnál már most ez ugye nem, nyilván nem téma, meg akkor most felosztad Wembanyamát. Valahogy még nem jött el az időszak, amíg az amerikai játékosok, nyilván itt Hardent előre rakhatjuk, hogy jön a hiszti, hogy én ide akarok menni, meg ezzel akarok játszani, ilyen formátum európai játékosnál, és ide vehetjük azért a régebbieket is Novickival, nem jött el. Tehát ki lesz az, aki ezt megbontja? És azt gondolom, hogy ez nem véletlen ez a tendencia, és amikor arról beszélünk, hogy ki mennyire jó, meg ki mennyire lehet arc, akkor itt ezt be kell hozni, és hogy az, hogy mondjuk James Harden miért nem lehet ebben a kontextusban most, annak szerintem nagyon nagy oka a karakter rész, és nem a játék tudás része például, de itt beszéltünk Irvingről, egyebekről is, tehát ha azért jó pár olyan játékos van az amerikai most lehanyatló generációból, és sajnos Kevin Durantet is ide lehet rakni, akik inkább a csapatokkal, meg szerződésekkel kapcsolatos döntései miatt nem ért el ide, és nem pedig a játék tudása, vagy a zsenialitása miatt nem érte ezt el. És ha Wembanyamáról beszélünk is a Spursről, én meg azért azt mondanám, és nem tudom ezzel Spurs szurkolóként mennyire értesz egyet, hogy itt volt nyilván, most nem akarok Görvinékig visszamenni, volt David Robinson, és volt a nagy hármas. Wembanyama szerintem emberileg, karakterileg mindegyiknél alkalmasabb arra, hogy inkább ilyen tekintetben arca legyen az NBA-nek. Nekem már sok, amit Wembanyamáról mostanában olvasunk, tehát az, hogy amikor már a 80. olyan cikk jön elő, hogy egyébként ilyen vastag repülőgépe, ilyen vastag könyvekkel száll föl a repülőgépre, és egyébként mindig mással, tehát nem ugyanazzal száll föl minden héten a repülőre. Még az is szöget ütött a fejembe, hogy lehet, hogy kifejezetten Wembanyama kérésére is hajlandó Popovic még évekig maradni az NBA-ben. Hozzáteszem, hogy ebben a pillanatban ez szerintem mindenkinek ideális, az NBA-nek is, hiszen ennél jobb helyen nem lehetne Wembanyama, Popovic előbb-utóbb azért visszavonul, és akkor majd ki tudja, hogy Wembanyama akar-e maradni. És ami még nagyon fontos vele kapcsolatban szerintem, a fő kritériumunk, meg Riversé is, hogy megváltoztatni a játékot, na az összes jelölt közül benne van meg leginkább, hogy meg tudja változtatni a kosárlabdát az NBA. És két gondolat, szerintem Wembanyamának még nagyobb kihívás lehet pont emiatt kicsit a San Antonio-i közeget ilyen szempontból megváltoztatni, és hogyha valaki alkalmas lehet erre, akkor meg annak a megítélését, akkor szerintem ő az. Plusz ő szerintem egy olyan típusú játékos, akinek meg pláne a legacy-ét azt fogja megítélni nagyon-nagyon sok év múlva, hogy ő úgymond az egyedül alatt tehát azt értem, hogy más olyan szintű sztárok nélkül képes-e elvinni egy franchise-t, pláne ilyen mélységből. Tehát ő azért van szerintem jó szituációban, mert ahogy mondjuk Michael Jordan vagy Giannis Antetokounmpo meg tudta mutatni, de mondhatjuk akár most ezt Jokicra is, hogy ott vagyok, saját draftolt vagyok, alulról indulok, és el tudom vinni a bajnoki címig, vagy bajnoki címekig a csapatot. Na neki szerintem ez a lehető legjobb kihívás az NBA-ben. És akkor most érnek véget az európai játékosok. Nagyon sok mindent próbáltam a fő dilemmával kapcsolatban találni, mezeladásokat, egyéni szponzorációs dílek nagyságát, és az látszott ebben a kettőben, hogy igenis, európaiként, ha te odamész Amerikába, és sztárjátékos leszel, akkor ha nem is leszel top 3-ban, de fel tudod venni a versenyt. Tehát állunk ott 2023-ban, hogy ezek a játékosok, Doncic, Antetokounmpo, igenis ott vannak a legtöbbet kereső, nem fizetésből, hanem reklámszerződésből a legtöbbet kereső játékosok között. De találtam egy nagyon érdekes listát, hogyha azt nézzük, hogy tudja valaki húzni az NBA szekerét előre, és még nagyobb üzletté fújni ezt, ott már az ember számára gyanússá válik, hogy ehhez amerikainak kell lenni Amerikában. Egy 2023-as harmadik negyedévi egészen friss adat, ismertségről. Megkérdeztek sok-sok amerikait, nem NBA feneket, amerikaiakat, ismeritek-e az adott játékost? A sorrend a következő. James Durant Curry még 77%-nál tart, utána egy szakadék, Dwight Howard 59, Carmelo Anthony, Kyrie Irving, James Harden 57, Jeremy Lin 53%, Nikola Jokic 50-nel
az első európai, aki előkerül a listán, Jannis 24.47-tel, Doncsics 44.43%-kal. Ami ez nekem elárul, az az, hogy az NBA kívüli világot behúzni, azt igazából tényleg amerikai játékosok tudják, és akkor most itt áttérhetünk az amerikai jelöltjeidre, hiszen ők is vannak öten. Az a baj, hogy mindenkivel van valami defekt. Ez a legnagyobb probléma, tehát azért az előző ötösből is azt mondhattuk, hogy leginkább egyre Doncsicsra lehet rámondani, hogy tényleg lehet az arc az NBA-nek. Igazából Devin Booker, ezt nem egy baj van úgymond, az, hogy milyen csapattársai vannak. Tehát, hogy most megint megy el egy-kettő, nem tudjuk hány év úgy, hogy akár lehet, hogy bajnok is lesz, nem volt még bajnok, de neki nagyon nehéz lesz olyan prime-ot összehoznia, amiben ő egyértelműen egy bajnok vagy bajnok esélyes csapatnak a játékosa. Na, hogyha ez nincsen meg, onnantól kezdve te dobhatsz 70 pontot egy meccsen, meg lehetsz ultra hatékony is, lehetsz fantasztikusan jól kinéző a pályán, meg értelmes ember is, de onnantól kezdve nagyon nehéz az NBA arcának lenni. Halliburton egy nagyon érdekes történet. Igazából ő az, aki olyan helyzetben van, meg olyan szituációban, hogy olyan, tehát annyira extrém statisztikákat produkál már most, és ebben van ugye még egy ilyen kifutási lehetőség, és van pici karizmája, hogy szerintem a legnagyobb ugrási lehetőség a most és a hova lehet eljutni közül benne van. Tehát ő neki még van valamennyi esély erre, nyilván ez életkorból is adódó. Az Edward szituáció az, ami egy kicsit hasonló. Maradjunk Halliburtonnél még egy másodperce, mert az, hogy itt potenciálisan egy olyan játékosról beszélünk, akinek hát az ember félve mondja ki, de hogy ilyen Steph Curry-szerű range-e van triplában, és ezt akár meg is tudja csinálni, talán majd egyszer annyiszor is, mint ahogy Steph Curry meg tudja csinálni, és mellé van egy olyan passzkészsége, amin pedig Chris Paulhoz hasonlítható, tehát ezt a kettőt összegyúrod, na az olyasmi, amit az NBA-ben egyébként korábban még nem láttunk, és aki 2023. december 16-án azt meri mondani, hogy ez nincsen benne Halliburton játékában, az szerintem ezt félve jelenti. És én még egy harmadik ember, Steve Nash is ide mondanék, mert ő meg azt hozza vagy hozta, mint amikor Nash elment Phoenixbe, hogy azzal, hogy ő bekerült oda, mint puzzle darab, gyakorlatilag az egész rendszer, meg az egész csapat eredményessége nagyon hirtelen, nagyon megnőtt. Most nyilván ez egyelőre egy in-season tournament döntős szereplés, meg majd lehet, hogy idén lesz egy playoff, de hogy összességében látszik az, hogy az ő hatása a csapatra is óriási hatással van, mert mondjuk Chris Paulnál az a baj, hogy ott persze volt egy Phoenixes döntős szereplés, de hogy összességében neki a pályafutásán, ami mindig arról beszélünk, hogy nem teljesedett be akkor, amikor ez kellett volna. Halliburtonnek meg megvan az esélye arra, hogy ezt felépítse nagyon-nagyon magas szintre. Mi Edwards defektje? Mi annak a játékosnak a defektje, akiben megvan a média szereplő, mert az aztán megvan Edwardsban, akiben megvan az, hogy pont király lehet egy szezonban, és ugyanabban a szezonban a legjobban védekező ötösben is benne lehet, és aki 22 éves, azt hiszem, és azért még bőven van. Szerintem Edwardsnak csak egy úgymond fél defektje van egyébként, és ez valahol, mondod a média részt, nem teljesen értek vele egyet, mert amikor ő az NBA-be jött, akkor azért voltak kurta furcsa nyilatkozatai, és azért ezek mai napig nem haltak ki. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy egy játékos alapvetően arra vágyik, hogy ő a liga legjobbja legyen és bajnok legyen, akkor arról beszélni ennyire fiatalon, hogy egy másik sportágban is nagyon szívesen kipróbálnám magamat, meg ezt ennyiszer elmondani, meg azt mondani nagyon fiatalon, hogy igazából nem is kosarazni szeret a legjobban, az nem biztos, hogy azért jól veszi ki magát, tehát ő azért nagyon nagy minusszal indult. De arra, hogy üzletet építs, arra egyébként szerintem teljesen, persze, jók ezek a mondások. Abszolút. Meg a Space Jam is jó hozzá, meg minden. És ezért mondom ide a Halliburton összefüggést, hogy nála korban a csapat szituációját tekintve, oké, Halliburton nem a Pacers draftolta, de hogy nagyon fiatalon oda került egy olyan helyzetbe, ahol együtt tud nőni egy csapattal, és lehet, hogy Karl Anthony Towns is viszonylag nagy név, meg Rudy Gobert is a maga nemében inkább nagy név volt, meg többszörös évvédője, de ez a csapat, ez már most is egyértelműen Edwardsé, és szerintem, ahogy megyünk előre az időbe, ez még inkább ki fog jönni, tehát ilyen tekintetben benne is nagy a potenciál erre.
azt mondtad, hogy neki egy fél defektje van. Hát a másik fél defektjét ez biztos, hogy Jamorantnek adta a listádról, mert neki legalább másfél van. És ez, ami, az, hogy most te föltetted erre a listára Jamorantet, az szerintem nagyon sokan úgy jártak vele, mint én, hogy amikor azon gondolkozik az ember, hogy Adam Silver miért is törődik ezzel az üggyel ennyire? Adam Silver miért csörög rá Jamorantra, hogy te figyelj, most akkor rendesen elvégezted a rehabot úgy, ahogy kellett? Hát ezért. Mert minden egyes ilyen esélyhez két kézzel kell ragaszkodnia. Hát ő az, aki, hogyha ő is szerepelt volna a Space Jamben, ott 20%-a biztos, hogy kevesebb CGI-t kellett volna használni, mert az ő játéka az, amit Amerikának el tudsz adni, különösebb erőfeszítés nélkül. Pontosan, és hogyha mondtuk Halliburtont, akkor ő már ezen az úton ugye elindult, és valahol már tovább is tartott, mint ahol most van Halliburton, csak hát jött egy ilyen másfél defekt, mondjuk ezt így, de összességében még ő is annyira fiatal, hogyha ezt itt teljesen letudja, és mondjuk lehoz, nem tudom, 3-5 makulátlan évet, továbbfejlődik, jön gyűrű, vagy jönnek gyűrűk, saját draft, tehát abban a csapatban, ami köré van építve, akkor azért azt gondolom, hogy inkább lehet ez egy ilyen nagyon jó, hogy mondjam, egy ilyen fordító sztori, hogy mennyire mélyen volt Jamorant, és mennyire közel volt ahhoz, hogy a ligából is kikerüljön, tehát benne is megvan még ez a fajta ugrási potenciál. Ott inkább nekem a fail defect, ez amitől nem tudunk szerintem setesein nem félni, ami már azért be is következik kisebb-nagyobb módokon, az a sérülés. Tehát, hogy néztünk egy Derrick Rose-t, aki hasonlóan robbant be a ligába minden szempontból, és nagyon fiatalon MVP volt. Hogy azt el tudja kerülni, hogy az ő játék, tehát az ő pályafutása úgy legyen tartós, hogy ne azért kelljen fél szezonokat kihagyni, mert szétszakad valamilyen. Maradt még egy név, ez a név Jason Tatumé. Ő az egyetlen, akit, ha még emlékeztek, Austin Rivers is említett elsőként, hogy na benne, ha ő bajnok lenne, akkor egészen máshogy kellene tekintenünk Jason Tatumra. Én ezzel értettem legkevésbé egyet abból, amit Rivers mondott. Szerintem egyáltalán nem néznénk máshogy ebből a szempontból Jason Tatumra, hogy mennyire lehet ő az NBA arca, mert ő szerintem a túl normális srácnak a definíció. Teljesen. Definíció. És van egy olyan baj vele szerintem, hogy ő ezt a szerepet egy kicsit valahol szerintem túlelőlteti. Tehát én, amikor Boston meccseket nézek, akkor azt látom, hogy van egy nagyon jó felépített csapat, ami tud egy nagyon jó játékot hozni, és így is úgy is Tatum lesz az első, vagy a második legjobb dobózon a meccsen. De mindig van 3 perc, amikor nekem a szórakozásomat elrontja Jason Tatum, és olyan butaságokat hoz, és olyan butaságokat vállal még mindig, és az a baj, hogy ezzel limitálja a csapatának az eredményességi potenciáját is. A másik, az meg a karakter része, hogy ő sokat beszél a gyilkos ösztönről, de igazából én azt érzem, hogy ez az, ami mondjuk Edwardshoz képest, Halliburtonhoz képest, meg a nyilván már múltban lévő nagyokhoz képest belőle nagyon-nagyon hiányzik. Hát ők a jelöltek, ők a Gábor jelöltjei, akik 3 Európából, 2 Amerikából az NBA következő arcai lehetnek, és aztán hoztunk azért amerikai jelölteket is. Szerintem abban, amit Rivers mondott, abban van annyi igazság, hogy Amerika azt érzi, hogy elveszíti a saját ligáját, mert a következő néhány szupersztár nagyon könnyen lehet, hogy talán most először nem az Egyesült Államokból érkezik majd, és hát ez nekik fáj, hát hadd fájjon, ettől Amerika. Na, köszönjük, hogy ezt a gondolatkísérletet ezt velünk végig csináltátok, reméljük, hogy mindenkinek lettek saját gondolatai is. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána beszélgetünk majd a ma esti Bucks-Pistons mérkőzésről, és arról, hogy a csapatok hogy várják azt a meccset.